Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió december 28-ai híradóját látják. Ahogy megszokhatták, kiemelt híreinkkel kezdünk. 100 millió forintból újítják fel a sárospataki szociális otthon épületét. Megvették, a Sátoraja újhelyi önkormányzat tulajdonába került a borbarlang épülete. Felújított tűzoltóautóval gyarapodott a hollóházi önkéntes tűzoltóság. Hamarosan megújul a sárospataki Abaúj-Zemplén integrált szociális intézmény József Attila úti épülete. Erről is szó esett azon a rendezvényen, amelyen a térség országgyűlési képviselője köszöntötte az intézményben mindennapjaikat töltő időseket. Dr. Hörcsik Rihárd elmondta, 2018-ban a fejlesztéssel szeretnék elősegíteni az itt élők és dolgozók komfortérzetének növelését. Mint minden esztendőben, úgy idén is saját műsorral készültek karácsony jegyében a sárospataki Abaúj-Zemplén integrált szociális intézmény lakói. Az is hagyomány már, hogy ilyenkor a térség országgyűlési képviselője is ellátogat erre az eseményre. Idén nem csak ajándékot hozott, hanem azt is bejelentette, hogy hamarosan megkezdődik az épület felújítása, amelyet 1970-ben adtak át, azóta pedig nem történt rajta a jelentősebb fejlesztés. Azok, akik egyedül élnek, akár a városban, vagy a térségben egyedül otthonokban, de leginkább azok, akik itt Sárospatakon a szociális intézményben, ők érzik hiányát a szeretetnek. Egy jó szó, egy kézfogás, egy kis ajándék, ezzel szeretnénk pótolni a karácsony meghittségét, egy kicsit ráirányítani a figyelmet arra, hogy a szeretet, a városban vannak olyan polgárok, akár az önkormányzat, vagy akár a képviselő, vagy maga a kormány is, aki nem feledkezik el az idősekről. Fontos az, hogy ezt az üzenetet mindig átadjuk. Érezzék azt, hogy nincsenek egyedül. Az országgyűlési képviselő ezzel együtt azt is bejelentette, hogy a 90 fős időskorú személyt ellátó épület felújítására mintegy 100 millió forintot fordíthatnak majd. Ennek keretében számos fejlesztést valósíthatnak meg, többek között a homlokzati szigetelést is. Két héttel ezelőtt volt a terület átadása annak a pályázatnak, amit közel 150 millió forint értékben pályázott meg az intézmény, és hál' Istennek el is nyert. Ezzel megújul régóta várt felújítása a szociális otthonnak, kicserélik a ajtókat, ablakokat, nyílászárókat, illetve az energetikája megújul, tehát olcsóbb lesz az üzemeltetése, és egy kicsit komfortosabbá tesszük. Hiszen a elmúlt 30-40 évben nem történt semmi komolyabb megújítás, beruházás az intézményben, ezért volt fontos, hogy eznek az intézménynek a felújításához hozzá tudjunk kezdeni, valószínűleg tavasszal meg is lesz. Az országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy Sárospatak mellett a Ricsén, Encsen és a Boldogkőváralján található szociális otthonokba is ellátogatott az ünnepek jegyében. A Sátoraja újhelyi önkormányzat megvásárolta az egykori borbarlang épületét. A testület már korábban határozott arról, hogyha lesz rá lehetőség, licitáljon az ingatlanra az önkormányzat is. Elsősorban azért, mert csak itt tudják rendezni a szebb napokat megélt épület sorsát. A hasznosításra egyelőre nincs konkrét terve a városnak. Az első feladat az állagmegóvás, a kialakult rendezetlen állapotok elhárítása. A 70-es években legendás szórakozóhely bisztró volt a Sátoraja újhelyi borbarlang, ma már csak csúf torzója látszik. Az épületet az önkormányzat liciteljáráson szerezte meg, miután legutolsó tulajdonosától végrehajtás keretében elárverezték azt. A város azért döntött a megvásárlás mellett, mert csak így látta biztosítottnak, hogy a belvárosi épület sorsa rendeződni fog. Nagyon jól tudtuk azt, hogy azért nem lesz ez egyszerű a megoldás, mert hogy innentől azt tudtuk mondani, hogy a vállalkozó valamilyen módon tegye rendbe, csak a vállalkozót nem lehetett elérni, és látható, hogy az üvegportálok azok mind milyen állapotban vannak, balesetveszélyesek egyébként. Az idejáró hajléktalanok azok több tonna szemetet halmoztak fel benne, az önkormányzat akkor le is záratta, tehát innentől viszont, ha a mi tulajdonunkban van, akkor
azzal kell kezdeni, hogy a baleset veszélyt azt meg kell szüntetni. A városnak még nincs konkrét terve arra, hogy mit kezd az épülettel, de az adottságai ma is jók a helynek. A képviselő reméli, vagy az önkormányzat, vagy az önkormányzaton keresztül egy vállalkozó ki is tudja ezt használni. A parkíróza az egyébként közterület és önkormányzati terület, tehát ez is biztosított, hogy itt több tíz autó meg tudjon állni. Itt van mellette néhány méterrel a híres Dörzsik forrás, aminek a vize szépen lefolyik egészen a Vasmanci mellé. Szerintem ezt is bemutathatóvá kell tenni, és ezt is rendbe kell tenni. Nagy lehetőséget látunk ebben. A közelmúltban határozott arról a képviselőtestület, hogy ahogyan a borbarlang épületét, úgy más ingatlanokat is vásároljon meg az önkormányzat, amelyek végrehajtás után árverésre bocsájtottak Újhelyben. Ünnepélyes keretek között adták át a Hollóházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázaton nyert felújított tűzoltóautóját. A Belügyminisztérium és a Magyar Tűzoltó Szövetség felhívásán indult sikeresen a szervezet. A gépjármű fecskendő nagyban hozzájárul a térség tűzvédelmi és műszaki mentési feladatainak ellátásához. A Hollóházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület eddig is a térség egyik legjobban felszerelt önkéntes tűzoltó szervezete volt. Most azonban új járművel bővült a gépparkja. A régi ifájukat váltotta le a gépjármű fecskendő. Ez a gépjármű egy Steyr brontó típusú 2000 liter víz kapacitású gépjármű, amelynek mind tűzoltási, mind pedig műszaki mentési feladatai vannak, amelyet el is tud látni, tehát teljes felszereléssel rendelkezik. A szerkocsi eddig Körmenden szolgált, a felújítást követően került a hollóházi önkéntesekhez. Az új járművet kiválóan tudják majd használni az önkéntesek a hegyvidéki terepviszonyok között is. A tűzoltási és a műszaki mentési feladatoknál egyaránt hasznosítani tudják. Sátoralja Újhely 27 kilométerre van tőlünk, a tűzoltóknak ez alkalmanként vonulási távolságban egy picit messze van. Kiváltképpen, ha a Lászlótanya, az üdülőfele megyünk a bodorréti vikendházakat megvédeni, többször is folytattunk már ilyen védekező munkát, és akkor bizony nagyon jó, hogyha helyből gyorsan egy gyors reagálású kis csapat ki tud vonulni, és menteni a menthetőt. Ez a gépjármű erre tökéletesen alkalmas lesz, hiszen magas felépítésű, nagyon jól fel van újítva, hadrendbe állítható, és így teljes a gépjármű repertoárunk. A hollóházi önkéntes tűzoltók munkájára nagy szükség van, fogalmazott az átadón a térség országgyűlési képviselője. A legközelebbi hivatásos parancsnokság közel 30 kilométeres távolsága, valamint a megnövekedett közúti forgalom miatt. Egy olyan fehér foltot jelentett a katasztrófa védelem számára, ami most hál' Istennek eltűnt a térképről, és ezzel az autóval nagy biztonsággal tudják segíteni a bajba jutottakat, és különösen nyáron fontos, amikor ugye a gondatlan kirándulók nem egyszer okoztak bozott tüzet vagy erdőtüzet, és akkor nem kell Újhelyből várni, vagy Szlovákiából a mentést, hanem itt tudják elindítani. Hollóháza polgármestere a gépjármű fecskendő átadó ünnepségén az egyesület tagjainak azon tevékenységét emelte ki, melyet önként vállalnak a település és a térség lakosainak biztonsága érdekében. Az önkénteseknek a létszáma hollóháziakból tevődik össze, és ez mind összekovácsolja a társaságot. Nagyon nehéz az önkéntességről beszélni egyébként a mai világban, mert mindenkinek megvan a saját dolga, a saját feladata, munkája, örül annak, hogy munkahelye van, úgyhogy ezért ez egy külön áldozat a részükről, hogy egy ilyen csoportot még ők fent tudnak tartani és működtetni tudnak, és nem elsősorban, vagyis igazából elsősorban életeket tudnak menteni. Nagyon-nagyon sok esetben volt már szükség arra, hogy embereket kellett keresni, tűzesetekhez kellett, vagy akár az időjárás okozta viszontagságok miatt kellett az ő segítségükre szorulnunk. A Hollóházi Tűzoltó Egyesület 15 fős állománnyal vesz részt a térség tűzvédelmi feladatainak ellátásában. A szervezet tevékenységi köre most már kibővült a polgári védelmi feladatok ellátásával is.
Éve szinten két hetente tartott ülést a Sárospataki önkormányzat és több száz határozatot hoztak 2017-ben, hangzott el a közmeghallgatáson. A megjelenteknek a város polgármestere elmondta az idén támogatói döntéssel alátámasztott fejlesztési pályázatok eredményeit, céljait, és a kérdésekre is lehetőség adódott. Leginkább a szennyvízkezelésből adódó problémákra érdeklődtek a lakosok. Kiderült, hogy a jövőre induló derogációs pályázat hosszú távon megoldja az ilyen jellegű gondokat is. A 2017-es rendes ütemben tervezett utolsó képviselőtestületi ülését követően tartott közmeghallgatást a Sárospataki önkormányzat, ahol a városvezetője tájékoztatta a megjelenteket az idei év fontosabb eseményeiről és fejlesztéseiről. Mindkét témakörben volt miről beszélni, hiszen míg az előző évek a pályázatok előkészítéséről és írásáról szóltak, idén sorra követték egymást a hivatalos értesítések a nyertes pályázati programokról. Év végére a város egészét érintő összeg elérte a 15 milliárd forintot. Az, amit tavaly ilyenkor elmondtam még szándékként, azok mára már teljes mértékben nyertes pályázatokká valósultak, és a következő év pedig a megvalósításról fog szólni. Egy icipici kellemetlenséget okozva ezzel a patakiaknak, hiszen ha például a fürdőhöz vezető Herceg utcának a felújítása, a szennyvízderogációs program, a műüldés háza felújítása, a bodrog partrendbetétele, a piacon található törmeléklerakónak a felszámolása. Tehát ha ezek közül csak kettő is össze fog futni, akkor lehet, hogy néhány napig, hétig kellemetlenséget fog okozni, de én azt hiszem, hogy soha nagyobb problémánk ne legyen. A legtöbb kérdés a város szennyvízkezelésével kapcsolatban merült fel. A kérdezőket megnyugtatta a polgármester, miszerint bővebb állami támogatást köszönhetően 2018-ban indulhat az úgynevezett derogációs pályázat. Van olyan utcánk, ahol gyakorlatilag például a Bartók Béla utca már nincs szennyvízvezeték, korábbi Ethernet cső az teljesen szétporlat, helyette egy üreg az, ahol folyik a szennyvíz, óriási kellemetlenséget okozva az ott lakóknak, a Komenész utcán rendszeresen elönti a bérházaknak a pincéjét a szennyvíz. Hála Istennek múlt héten sikerült aláírni azt a megállapodást, amelynek köszönhetően 2,8 milliárd forintot fogunk tudni fordítani a szennyvízrendszer megújítására, a szennyvíz átemelők korszerűsítésére és a szennyvíz telepünknek a teljes felújítására. A közmeghallgatáson az is elhangzott, a rendes és rendkívüli képviselőtestület ülések aránya úgy alakult, hogy gyakorlatilag átlagban két hetente tartottak üléseket a képviselők, a legtöbb esetben a pályázatokat érintő, szinte azonnali hatályú döntések meghozatala miatt volt szükség a testület összehívására. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi nemzetiségi önkormányzat, valamint a Sátoraljóújhelyi Szlovák Iskola Szlovák Kultúra Regionális Találkozója címmel rendezett programot Sátoraljóújhelyben. A program keretében a Hét Színvirág óvoda szlovák nemzetiségi csoportjai, a szlovák iskola diákjai, valamint a kassai gyermektárs csoport és zenekar mutatkozott be. A szlovák kultúra sokszínűségét mutatták be a gyerekek a Sátoraljóújhelyi találkozón. Az eseményen három generáció találkozott, a fellépő gyerekek, a szülők és a nagyszülők személyében, de képviseltették magukat a területi és országos szlovák önkormányzatok vezetői, illetve jelen voltak a hegyközi szlovák nemzetiségi önkormányzatok képviselői is. A programon a helyi gyerekek mellett felléptek a kassai fiatalok, akik visszatérő szereplői a hagyományos rendezvénynek. A gyerekek egymás korosztályát szeretik, szeretem én is, hogyha ismerkednek, a nyelvgyakorlás nem utolsó szempont, és azt, hogy egymástól ugyanakkor hagyományokat is tanulhatnak, hiszen ezek a néptáncot, a hagyományokat szerető gyerekek vannak jelen, az élő zenekar és a fellépni vágyás, a szereplés, ezek mind olyan önbizalmat adhatnak a gyerek életébe, amit később majd hasznosít a felnőtt korban, és hát tulajdonképpen az utánpótlásokat neveljük, és ezt a határ nélkül kell tenni, határtalan. És éppen ezért öröm számomra, hogy visszatérő vendégeink ezek a kassai gyerekek. 10 éve működik a területi szlovák önkormányzat, és annak is egy évtizedes évfordulója van már, hogy az országos szlovák önkormányzat fenntartásába került az Újhelyi Szlovák Iskola. Az országos elnök szerint fontosak azok az események, melyek keretében a gyerekek megmutathatják, hogy hogyan képviselik a kultúrát.
Nagyon fontos az, hogy azon túl, hogy a gyerekek ilyen alkalmakkor be tudnak mutatkozni a szülőknek és a közösség itt lévő tagjainak, az is fontos, hogy tudatosítsák magukban, hogy kíváncsiak rájuk a felnőttek, fontos, hogy lássák, hogy az idősebb generáció számára fontos az, amit ők csinálnak, hogy érdeklődést mutatnak, és hogy én itt láttam ugye a programban a gyerekeket, borzasztó lazán, teljesen felszabadultan mozogtak a színpadon, és én azt gondolom, hogy ez fontos, mert hogyha ez a gyerekek számára szenvedés lenne, akkor nem lenne értelme. De én láttam, hogy az egész piciktől a nagyobbakig élvezték ezt a programot. A nyelv és a kultúra elsajátításán túl a közösséghez való tartozás nagyon fontos motiváció a gyerekek számára, mondta az országos elnök. A kulturális találkozó pedig arra is alkalmat teremtett, hogy a fiatalok átéljék, milyen érzés egy közösséghez tartozni. A Sárospataki Művelődésháza a több évtizedes hagyományt folytatva ebben az esztendőben is közös ünneplésre várta azoknak a csoportoknak a tagjait, akik a közművelődési intézmény falai között működnek. Ennek keretében a nyugdíjas klubtól a rajztanárokig sokan részt vettek az ünnepi összejövetelen. A művelődés háza munkatársai pedig meglepetéssel is készültek. Ilyen népes a Sárospataki Művelődésháza, már ami az intézmény falai között működő csoportokat illeti. Mert hogy a nyugdíjas klubtól a foltvarrókon át a rajztanárokig számos alkotó közösség színesíti az intézményt, és töltik meg élettel ők is a házfalait. Valamennyien a karácsonyi hagyományos összejövetelen is részt vettek, a Művelődésháza munkatársai pedig meglepetéssel készültek. A Művelődésháza és könyvtára tevékenysége, ahogy ma elmondtam, így kerek egész, hogy egyik része az a szakmai munka, amelyet a könyvtáros és művelődés szervező kollégák végeznek, és a másik része pedig az a munka, amelyet a közösségeink végeznek, a maguk sokszínűségével, egyedi arcukkal, és természetesen így az eredményeink is közösek, hiszen ők egy másfajta választékot és lehetőséget kínálnak a sárospatakiaknak, illetve tesznek le a város asztalára, mint mi, de nagyon jó tudni, hogy kölcsönösen számíthatunk egymásra, és hogy ezeknek a közösségeknek a stabilitása olyan erős, illetve hát minden szakkörben ugyan van egy-két mozgás, de inkább fejlődés és előremutatás mutatkozik meg, ami a jövő szempontjából szintén nem elhanyagolandó. A csoportok nem csak színesítik az intézmény hétköznapjait, hanem sok esetben eredményekkel is gazdagítják azt. Emellett a különböző korosztályok fontos találkozóhelye is. Örülünk, hogy a művelődési ház keretébe működhetünk, mert a feltételeket a művelődési ház biztosítja az önkormányzat segítségével. Mi a művelődési háznak annyival tudunk segítséget adni, hogy a programainkkal visszük a hírét a háznak, a külföldi utunk alkalmával, vagy belföldi kirándulás alkalmával, mindig mondjuk, hogy mi a művelődési ház klubja vagyunk, amely biztosítja számunkra a feltételeket. 2018-ban számos jeles évfordulót ünnepel majd a Sárospataki Művelődésháza. Éppen ezért sokkal színesebb programsorozatra számíthatnak az érdeklődők és az intézmény falai között tevékenykedő csoportok is. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. 100 millió forintból újítják fel a Sárospataki Szociális Otthon épületét. Megvették. A Sátoraljaújhelyi újhelyi önkormányzat tulajdonába került a borbarlang épülete. Felújított tűzoltóautóval gyarapodott a Hollóházi Önkéntes Tűzoltóság. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címen, vagy keressenek minket közösségi oldalainkon. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!